Gábor György egyetemi tanár, filozófus, tanszékvezető van itt velünk. És Heller Ágnesről kell beszélnünk. Most csak azért mondom, hogy tegeződjünk, mert az életben annyira tegeződünk, hogy úgy is elrontanánk, hogy az nem ilyen, ilyen, ilyen egyszerű városi pletyka, hogy te nagyon jó jó barátságban voltatok Heller Ágnesrel, hiszen nagyon sok közös egyetemi előadásotok, színházi előadásotok, szerep, lésetek volt. Uh, nagyon sokan látták ezeket a spinózától kezdve, a két évvel ezelőtti múzeumok éjszakáig. Szóval, hogy, hogy sokan tanulói voltak a ti kapcsolatotoknak, mert hogy az nem egyszerűen egy ké, két, filozófus közös előadása volt, hanem, és ez most tényleg a szó jó értelemben mondom, hanem ilyen, ilyen stannisban volt. Szóval, hogy, hogy egy nagyon összeszokott, nagyon összeszokott <tosz> két emberrel lehet használni egy csapat, nagyon összeszokott páros, páros képét mutattátok, ami biztos, hogy csak úgy lehet így beszélgetni valakivel, akivel jól ismered a gondolatait, akivel sok-sok időt töltesz együtt. Igen, valóban ez így volt, és ezzel együtt enged meg, hogy azért azzal kezdjem ezt a beszélgetést, hogy közben mégis zavarban vagyok. Uh, egyszerűen azért, mert uh, ugye egyfelől tudom azt, hogy Áginak uh, mennyi barátja volt, uh, tudom azt, hogy olyan barátok, sok-sok uh, évtizedes barátok, uh, akik hát az életkoruknál fogva korábban ismerhették meg személyesen Heller Ágnest. Engednek, hogy csak néhány nevet mondja Konrád György, Vajda Mihály, Bitó László, Ludasi Mária, Radnóti Sándor. Tehát talán, talán ők inkább itt kellene, hogy üljenek ebben a stúdióban most. De rögtön hát van, hozzáteszem... Hát valaki itt, itt ül, vagy beszélünk például a Vajda Mihály tegnap megemlékezett rá. Így van, de rögtön hozzáteszem, hogy milyen érdekes, és ez már nagyon sokat elárul Ágiról, hogy mondhatnám tovább a, a névsort fiatalokkal, vagy vagy fiatalabbakkal, olyanokkal, akik a gyerekei lehetnénk. Gyermekeim, gyerekem uh -huh. mondta mindig nekünk, ugye Bacsó Béla, gyenge Zoltán, Kardos András Vejszi, Jancsi és a többiek. Tehát, hogy egy olyan emberről van szó, aki a végtelen nyitottságával, a világra, a másik embere való nyitottságával el tudta érni azt, ami olykor a legnehezebb. Szoktuk mondani azt, hogy hát 50-60 év fölött már nem igen köt az ember új barátságot. Ő folyamatosan új barátságokat kötött. Egyszerűen olyan érdeklődés volt benne a világ iránt, a másik ember iránt, hogy tapadt a világra, tapadt a másik emberre, és ez a közvetlenség, tehát ő nem a ő nem katedra filozófus volt. Nagyon sok olyan élményem van, például amikor Rómában éltem, római egyetemen tartott előadást, ott ültek a fiatalok, 20 évesek, hát egyetemisták. A, a, a falak tágultak, a csilláron lógtak, és falták, Ági szavait, ö, teljesen olyan volt, és utána a követ, az előadás követő viták, amik többnyire aztán valahol Róma valamelyik kis kocsmájában fejeződtek be, tehát mintha Ági egy lenne közülük. A, az életkor ér, érdektelenné vált, ö, ö, mert hiszen ugyanúgy gondolkodott ö, ez az akkor 80 éves ember, mint, mint a 20 évesek ez csúnya dolog, mikor valaki saját magáról kezd el beszélni, mikor valaki emlékezik, csak pár évvel ezelőtt, csak mondtad a kocsmát, arra jutott eszembe, valahol ültünk egy kocsmába, hát ugye velem filozófiáról nem tudott beszélgetni, úgyhogy végigvettük a közös ismerőseinket, azért volt, mert jó kiplegykáltuk őket, és nagyon élvezetes volt az is, majdnem, mint a filozófiai kérdésekről beszélt volna. És akkor hát tudta, hogy jó, nekem ez a szinten valószínűleg ideig lehet eljutni, és egy nagyon kedélyes estét töltöttünk, így jól kipregykáltunk mindenki. Egyébként csak hadd jegyezzem meg ezzel kapcsolatosan, és olyan furcsa, látod, egyetértünk, nem jó dolog, talán nem izléses, hogy amikor másról emlékezünk meg, akkor magunkról beszélünk, de annyi személyes szál, annyi személyes fonál van ebben a történetben, hogy ezek megkerülhetetlenek. Szóval, amit te most elmondtál, ahhoz csak egy adalék, egy, egyszer egy hozzám nagyon-nagyon-nagyon közel álló embernek mutattam be Heller Az illető napokon keresztül félt ettől a találkozástól. Mondta nekem, hogy hát én is bölcsészt vagyok, de hát én nem fogok tudni vele kontroll beszélgetni, vagy Heideggerről beszélgetni. Én jókat rögtem magamban, mondtam, nyugi. És aztán Ágiért uh, mentünk, uh, valóban uh, együtt mentünk kirándulni, már nem is emlékszem pontosan, beült az autóba, és azt látom, hogy ők ketten ülnek hátul, és fél, fél perc múlva hangosan röhögnek, és froclizzák egymást, és beszélnek már nem is tudom miről. Szóval a, a, az Ági miközben a filozófiát nála komolyabban azt hiszem kevés ember vette. Bizonyos értelemben nem csak szerelme volt a filozófia, élettársa volt a filozófia, hanem bizonyos értelemben megélte a filozófiát. Ez egy nagyon furcsa, nagyon érdekes helyzet. De másfelől az életet élte meg, ahogy mondjuk állt az ember vele egy, egy múzeumban, egy kép előtt, Akkor, és a képről elkezdett beszélni. Filozófusként beszélt, természetesen. De valahogy az volt az érzésem, hogy önmagát belehelyezi a képbe, tehát a képen belül van, és reagál azokra a a, a, a képen megjelenő helyzetekre, tárgyakra, pillanatokra, amiket mi észre sem vennénk, mondjuk egy terített asztalra. Vagy ugyanúgy, hogy világos legyen, mire gondolok, nagy opera rajongó volt Wagner mindenek előtt, de hát Mozartot imádta, stb. Szóval, mintha Mozart vagy Wagner neki is írt volna egy szerepet. Mintha ott lenne ő is a színpadon, és közben vitatkozik, mondjuk Don Giovanni-val. <hállal> 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 az egy nagy, nagy kópé volt. Ez, az egy nagy kópé volt, és miközben nekem is, másoknak is volt ilyen élményünk, mi pasik védtük Don giovanni teljes erőbedobással. Ő nem szerette, ő Don Ottáviót szerette. A szerelmes Don Ottaviot és nem a nőket csak tárgyként kezelő Don Úgyhogy ez a személyesség, ez állandóan jelen volt az életében. Én ismertem Heller Ágnes nevét, de őt még messze nem ismertem, és ha lehet ezt akkor szerettem vele, amikor elolvastam Kőbányai János könyvét, a bicikliző majmot Heller Ágnesi életéről, és hát nyilván az kettőjük alkotása volt, ez nem is kérdés, tehát Kőbányai Jánosi és Heller Ágnesi, de hogy hát annyira kalandosan és jól tudott elmondani, még így olvasva is, és a, mert most már valamit olvasok tőle, én hogy hallom a hangját, hogy a belső filmet, de akkor még nem ismertem, mondom. Tehát, hogy, 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 hogy annyira volt, hogy aki ilyen nyíltsággal tud beszélni a múltjáról, ennyire szellemesen, ironikusan tud visszatekinteni, hogy akkor én arra gondoltam, hogy hú, nekem, nekem, is meg, nekem is meg kéne vele ismerkedni. Ez, amit most elmondtál, ez nagyon-nagyon ez fontos, és megint csak, ha egy picit ért, érteni, értelmezni akarjuk Heller Ágnest, akkor valóban erről néhány szót kell ejteni. Ugye kezdeném azzal, hogy én jóval előbb olvastam őt természetesen, a könyveit, sokkal később ismertem meg, én valamikor a 80-as évek második felében ismertem meg személyesen Ágit, de gimnazista negyedikes koromban, meg, meg egyetemista első, másodéves koromban kezdtem el olvasni falni a könyveit, akkor ez a reveláció erejével hatott. Szóval, ugye tegyük hozzá, hát az ember gimnazista korában még azért úgy flottul idegen nyelveket nem nagyon olvasgatott, plán filozófiát. Uh, ami ezt itt hozzászoktunk, hát az egy, az egy, ez egy uh, indoktrinációra uh, épülő, nem tudom én, uh, um, okoskodás volt, uh, stb. És akkor egyszer csak jöttek ezek a könyvek, és valami nagyon-nagyon kinyílt számomra, de azt hiszem az egész korosztályom számára, uh, akik aztán olvastuk ezeket a könyveket, amelyeket nagyon nehéz volt megszerezni, mert hol betiltották őket. hogy a 80 hozzá lehetett jutni a könyveihez. Hát, hogyha, hogyha valami nagyon jó antikvárius barátod volt, aki úgy pult alól néha odaadta, ezek a könyvek eltűntek, nem adták ki újra, betiltották őket, minden volt, amit csak el tudsz képzelni. És persze az ember ma már tudja ezek mondjuk az esetleges tévedéseket, vagy azt, amit ő másként lát. Na de hogy a fenébe de tévedett volna? Ki a csuda nem tévedett életében? Ő a tévedéseire is egyébként reflektált, és ez különösen csodálatos dolog, erre majd még talán érdemes lesz visszatérni. De mondom, az, hogy az ember kezébe került akkor egy könyv, mondjuk a Reneszánszról írott könyve, azt láthatta, azt olvashattuk ki belőle, hogy valami egészen új megközelítés. Szóval ötletek halmaza ez az AH élmény, Hoppá, hát erre nem is gondoltam, amikor, amikor ő például mondjuk Shakespeare egy-egy művét kezdje el elemezni. És aztán jött a, a, a 80-es évek második fele, amikor személyesen is összeismerkedhetünk. Na most azt mondtam, hogy ő nagyon érdekesen reflektált önmagára is, de a másikra is. Aristotelész, a, 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 a három etikája maradt ránk. Mind a három etikában e, ír a barátságról. És e, az egyik helyen Arisztotelész azt írja, hogy ahogy e, tükörbe tekintünk, ha a saját arcunkat akarjuk látni, a barátokra tekintünk, amikor, e, amikor önmagunkat e, akarjuk megismerni. Tehát a barátban ismerjük meg önmagunkat. Na most, ha ez valakire igaz, akkor az ágira végkép. Tudnélik, egy olyan emberről van szó, aki folyamatosan úgy figyelt a másikra, a legegyszerűbb, akár egy kocsmai plegykálkodásnál, ahogy az előbb említetted, akár akkor, amikor élénk, és hangos, és indulatos vitát folytattunk, mondjuk Heideggerről, vagy Aristoteliszről, vagy Kantról, mindegy, oly módon figyelt rád, oly módon koncentrált, ami azt eredményezte, hogy egyszer csak azon kaptad magad, hogy inspirálódsz ettől a figyelemtől. Hogy úgy kezdesz el beszélni, hogy nem is gondoltad volna. Nem is gondoltad volna, hogy ez kijön belőled, hogy ez benned van. Ó, oh, ez a jó tanár. Hát erről van szó. Tehát, tehát nem volt mindegy, hogy mit mondasz. Nem volt mindegy, hogy hogy mondod. Úgyhogy a maximumot hozta ki belőled. Et, na most ez minden helyzetben igaz volt. Nem csak akkor, amikor Heideggerről volt szó, vagy Kantról, vagy a Don giovanni hanem akkor is, amikor, amikor az ember felhívta őt, mert éppen szerelmi bánat volt, éppen szakítás volt. Akkor is ugyanígy figyelt rád. És akkor is ugyanígy ezzel az érzékenységgel mondta azt, amit gondol. Kegyetlenül. <tosz> nyersen, de pontosan és egyszerűen azt érezted, hogy, hogy itt a, a, a komolyan vételedről van szó és amit én, már nem csak ő ilyen, de, de benne különösen csodáltam, hogy hogy lehetett ennyiféle dologra ideje, hogy meghallgatja a te szerelmi bánataidat, elmesé, megbeszéljük a pesti plegykákat, látta az összes színdarabot, elolvasta a könyveket, ugye az olvasó naplóit hosszú évekig szintén a múlt és jövőbe, meg például megírta, vagy megjelentette, tehát annak csak a fülszövegét olvastam el, volna elbe, biztos elolvasta az egészet, az is hatalmas, tehát onnan utazott a világon, tehát röpködött, hogy nem is lehetett szemmel szinte követni, itt tartott egy előadást, ott egy tévé felőtt, ott egy nem tudom én micsoda, és még beszélgetni, és volt ideje, meg egy jó vacsorára is. Tehát, hogy, 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 miért volt neki ennyivel hosszabb egy napja, mint egy átlag embernek? Megpróbálom megválaszolni ezt a kérdést, bár ez nekem is azért rejti. Azért, mert valahol intemporális volt, valahol időn kívüli volt, valahol örök volt Heller Ágnes. Szóval számtalan olyan történetet tud elmesélni. Megérkezett mondjuk Melbourneből. Leszállt a repülőgéppel, nem tudom én, tíz órakor a Ferihegyi repülőtéren, Fogta a bőröngyét, bejött a városba, kiment egyenesen a pályaudvarra, fölszállt a vonatra, és már két, két és fél óra múlva hip-hop már Szegeden volt, ahol fél óra múlva behoztuk őt a, 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 a szegedi állomásról, és fél óra múlva már megtartotta a Magyar Filozófiai Társaság rendes évi konferenciáján az előadását. 10-12 órás időeltolódás, 100 óra repülés, Így vonatozás. Így van, és közben cipelte a, a koffert. Uh, és persze utána az előadás után a kérdések, amelyek ilyenkor árattak, és aztán megint csak valamelyik szegedi uh, uh, szegedi uh, kiskocsmában fejeződött be a történet. Mi, akik Budapestről érkeztünk, vagy éppen a szegedi lakásunkból. Már rég fáradtak voltunk, ő nem. De egyébként ugyanezt átéltem vele, bocsánat, személyes élmény, amikor Rómában rótuk az utcákat, én nekem a nyelven már a bokáig ért, ugye a hét domb föl le, föl -le. Ő pedig azt mondta, hogy gyerekem, menjünk tovább, ott még van fontos dolog, úgyhogy amikor azt javasoltam, hogy most legalább egy pici kávészünetet tartsunk. Szóval időtlen volt, ö, idő, időn kívüli volt. Ö, ö, valóban, ahogy mondod, ö, meg volt az ideje annak, amikor írt, amikor mikor dolgozott. Az ö, aztán, ö, mikor írt, valahogy le kellett néha ülni. És mindig olvasott, és mindig ö, ö, úton volt, és mindig adott interjúkat az olaszoknak, a németeknek, a franciáknak, a spanyoloknak, az akárkinek. És mindig ideje volt meghallgatni a szerelmi bánatodat, és mindig ideje volt elolvasni ki, már kéziratban azt, amit te írtál, és tőle érted a, 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 a tanácsokat, e, és ideje volt meghallgatni azt, hogy te mit gondolsz az ő legújabb írásáról. Na most honnan ez az időtlenség? Ez az időtlenség sok mindenből fakad. E, Egyrészt abból a 90 évből, amiből mindenki láthatta, aki egy picit közelebbről is ismerte, hogy ez egy hihetetlen 9 év volt. Ő 90 év volt. Ő mindig mondta, hogy egy dolgot nem ismert meg az életben. Egy dolgot nem tudott. Az unalmat. Neki nincs ideje unatkozni. Tehát ilyen soha nem volt. Sem pici gyerekkorában, sem, ö, ö, sem időskorában. Tehát még egyszer mondom, falta az életet. Napra kész volt mindenben. Megint muszáj egy ö, kizárójelet tenni. Napra kész volt. Soha nem felejtem el 80-valahány évesen azt mondja nekem egyszer, hogy gyerekem, én megmondom őszintén, úgy unom már a Schubertet meg a Mozartot. Jó kis kortárzenét kell hallgatni, Gubaidulinát, Ligetit, Kurtágot akkor néztem rá, hogy honnan, hogy miért tudja a gubajdulinát, mi, honnan ismeri. De, de ez buta kérdés, mert mindent előbb ismert, mint uh, mi valamennyien. Én egyébként egy csomó szerzőt úgy ismertem meg, hogy valamelyik külföldi útjáról hozott egy könyvet, Tesszük, azt mondtam, most olvasom, olvasd el, és, és akkor jöttem rá, hogy te jó ég, uh, uh, kiről van itt szó. Szóval mondom, valami időtlenség jellemezte, időn kívüliség jellemezte, neki nem volt küzdelme, mindannyiunk küzdünk az idővel folyamatosan. Ő nem, ezt ő nem ismerte. Küzdünk az idővel mi is, mert híreket kell mondanunk mindjárt. Gábor György filozófus egyetemi tanáronat, nem szívesen szakítom meg professzor úr, de hát az idő, ugye, az idő, úgyhogy akkor most mindjárt elmondjuk a híreket, egy pici reklám, és utána folytatjuk a beszélgetést, a minap elhúnyt Heller Ágnesre emlékezünk közösen. Reggeli személy Gábor György Uh, filozófus uh, egyetemi ta tanár, tanszékvezető egyetemi tanár, vele emlékezünk, Heller Ágnes. Arról mondjon valamit, hogy, hogy szakmailag lehet ezt így mondani, hogy milyen, milyen filozófus volt Heller Ágnes, mert azért elég sokan vagyunk, akik, mint közéleti embert, mint társasági embert, mint debattört ismerjük és kevésbé tudjuk értékelni, az bár hát nyilván sokat írnak arról, hogy Lukács Zsör tanítvány, meg Hannár, meg New Yorki tanítás, meg Melbourne, meg de, de, hogy, de hogy a filozófia, kortás filozófiában ő, filozófia történő milyen helyet foglalt el. Hát természetesen nem veszem a bátorságot, hogy én most itt uh, uh, Heller Ágnesnek a hihetetlen gazdag uh, filozófiai munkásságát uh, elkezdjem elemezni. Azt mondanám, hogy uh, legalábbis az én olvasatom uh, szerint, vagy az én olvasatomban, vagy ami nekem a leginkább fontos uh, volt és marad ebben ebből az életműből, az a, a, felelősség és a szabadság problematikája. Heller Ágnes életművében ez centrális probléma volt, és megpróbálom elmondani, hogy röviden, hogy itt miről is van szó. Az Ági egy helyen arról beszél az egyik írásában, hogy, hogy a, a mai kor emberét az esetlegesség jellemzi. Kon, a kontingencia filozófiai úgy mondva, az esetlegesség. Esetlegesség kozmikus értelemben, amennyiben a modern embernek már nem áll rendelkezésére az a mennyei atya, ö, aki belelátott a szívünkbe, aki gondviselőként irányította az életünket, figyelemmel kísérte az életünket, ö, jutalmazott és büntetett. A modern ember kozmikus értelemben magára maradt, hogy nincs se mondta az Isten meghalt. Hozzáteszem, hogy mi öltük meg az Isten, de ez most egy más kérdés. Aztán ugyanígy esetleges a modern ember a, a társadalmi értelemben, ugyanis még a, 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 modern, a premodern világban. A, a, a premodern világban az embernek azzá kellett válnia, aminek megszületett. A, a pályája mint egy megcímzett boríték. Mi lesz a kifejezés volna? használta talán is Így van, így van, pontosan. Ugye, hogy bocsánat, csak hogy értsek hogy azt mondta, hogy aki mondjuk, nem tudom, jókorszakat meg, aki jobbágynak született, az nagy Uta. valóság egész életében jobbágy maradt így meg, van. a gyereke is meg, a nem tudom, Aki meg főnemesnek, az meg főnemes. Így van, pontosan. és, nem, és nem voltak uh, uh, átjárások. Pontosan. Na most túl, a modern ember írta, hogy... ebből a szempontból pont ellenkezőleg mi bele vagyunk hajítva, bele vagyunk vetve a szabadságba, mondja Heller Ágnes. Mi magunk címezzük meg ezt a borítékot. Önmagunk sorsát. Tehát mi alakítjuk ki a magunk, magunk életét, pályáját, a sorsunkat. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ehhez a választás is kell, tehát abból lesz a sorsa, van választás. Ahol nincs választásra lehetőség, ott a sorstalanság vár ránk. Szóval ö, mi magunk választjuk meg a sorsunkat, és harmad, sor, ö, harmadik helyen pedig azért esetleges az, az, el, ö, az életünk, a modern ember élete, mert. Ö, Folyamatosan azt érezzük, tehát nem az állandó értékek világát, hanem a felbomló értékek világát. Nincs biztos értékünk, nincs biztos támpontunk, vagy mankunk, amire támaszkodhatnánk. Minden igazolható és minden cáfolhatóvá vált ebben a világban. Hadd utaljak a bűn és bűnhődésre, mindenki jól ismeri ezt a regényt, ahol ketten is átlépik a, a, a bűnfalát. Raskolnikov és Szonya. De micsoda különbség? Az egyik gyilkos lesz. Raskolnikov két idős asszonyt öl meg, és rabolja ki az egyiket. A másik Szonya, és ez bűn, az emberül is bűne. Szonya az a lépj át a, a, a bűn falát, hogy prostituált lesz. De ő azért lesz prostituált, hogy az éhező szegény családjának pénzt vigyen Nem. haza. Tehát ketten lépték át a bűnfalát, az egyik igazolható, a másik cáfolható. Szóval mi lesz ebben a világban a helyünk, a szerepünk? Hogyan határozhatjuk meg? Na most Ági számára a legdöntőbb, és itt Konthoz kapcsolódott, hogy minden ember a másikért felelős. Sokszor idézte Kantnak a híres kategórikus imperatívuszát, hogy cselekedj úgy, hogy a másik ember, mint az emberiség része, az a cselekedetetnek ne az eszköze, hanem a célja legyen. És ez az, ami az ember életének felelősséget, folyamatosan felelősséget ad. A morális ember ugyanis hordozza ezt a felelősséget és a morális embernek megvan a lehetősége arra, hogy, 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 hogy morálissá tegye önmaga életét. Ehhez a Kierkegóri, hogy egy másik filozófust Ágéhoz ugyancsak közel a filozófust említsek, választásra van szükség. Mindig válaszút elé kerülünk a jó és a rossz. Ez vagy az között kell választanunk. De a választás, amikor választunk, ezzel a jövőnket, megint csak a sorsunkat jelöljük ki, hogy miért arra haladunk, és miért nem amarra. Tulajdonképpen a nyilvánosság előtt Heller Ágnes mint nagyon határozott politikai véleményt mondó személy jelent meg, ami persze filozófiájából következett abból, amit most az előbb mondtál, hogy, tudni kell választani, és ez nem ilyen nagy és bizonyos szempontból elvont kérdéseket jelent csak, hanem, hanem nagyon hétköznapi dolgokat is jelent, főleg egy olyan, olyan szilárduló diktatúrában, amiben most az elmúlt, most a 8-9-es, nem tudom élni kényszerülünk. Így van. Először is ő filozófiai, morális és politikai értelemben is liberális volt. Én tudom, hogy ez sokak számára a mai Magyarországon totál abszurd, ez szitokszónak számít. Ők nem tudják, akik ezt szitokszóként használják ennek a szónak a jelentését, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ha ezt így tekintik, akkor, akkor egyúttal átkozzák és szitkozzák mondjuk Deák Ferencet, Ötvöst és az egész magyar 19. századi progresszív hagyományt. Szóval, na most éppen ebből, a, abból fakadóan, ahogy, ahogy keresetlenül mondtál a véleményét a te szerelmi bánatodról, vagy arról, hogy éppen mit gondol Kantról, vagy a te legújabb írásodról. Ugyanígy jogot formált arra, mert hiszen egy demokráciában mindenkinek jogot kell formálni arra, még akkor is, hogyha az kellemetlen, még akkor is, hogyha ez kínos, hogy elmondja, elmondhassa a véleményét. Mert véleménye volt. Ez a vélemény ez a liberális aspektusból fogalmazódott meg. Az emberi jogok problémája felől alapvetően is, elsősorban. A, a morális kérdések felől elsősorban. És ahogy ő mindig, minden esetben, én magam is számtalanszor voltam vele olyan vita helyzetben, de hát megint a konferenciákra, előadásairól gondolok, egyetemi óráira, komolyan vette a vita partnerét, hiszen ő szentül meg volt győződve arról, hogy a vita az nem óbégatásból áll, az nem a gyűlölködésből áll, hanem hogy úgy mondjam, a világ gazdagabbá tevéséből, hogy egy új ötlet megfogalmazódik, ami talán mindannyiunk számára jó, ezért volt folyamatosan ezért volt ez a figyelem, amiről az előbb beszéltem, hogy folyamatosan figyelt a másikra, mert állandóan tanulni is akar tőle. Tehát persze, tanítani is, de tanulni is. Na most ő ezt komolyan vette, és, és ezért vitatkozott ő, igen, a politikai fennállóval is, és most teljesen mindegy az, hogy ki, minek tekinti ezt a vitát, jogos vagy nem jogos, milyen érveket mondott. A lényeg az, hogy, hogy, hogy hogyha a fennálló hatalom egy parányit is komolyan venni önmagát, nem veszi komolyan, akkor ezekre a reflexiókra figyelne. Nem kell átvenni, de ugyanúgy figyelne, hogy Heller Ágnes is figyel a vitapartnerére. Ehelyett azonban őt az átkozódás érte? Az örjöngés, a dühöngés, a kiátkozás. Hát az szerintem azért volt, mert vitatkozni nem, egyrészt nem akarnak senkivel vitatkozni, másrészt van, akivel nem is tudnának vitatkozni, és egyszerűbb azt mondani, hogy menj a fenébe, mert te a múltadban, és mondjuk ez egy megint sokszor előjön, hogy hát most miért mondja azt, mikor ő biztos komenista, hiszen Lukács György környékén kezdte, akiről pedig tudjuk ki volt, tehát hogy volt egy ilyen szépen felépített karakterrombolás vele kapcsolatban, hogy ne kelljen vele vitatkozni, és szerintem nem csak azért, mert nem vitatkoznak, hanem tudtak volna vele vitatkozni. Hát, ki tudott volna vele vitatkozni? Igen, és ez persze sokaknak fáj is, hogy nem tudtak volna vele vitatkozni, csak az átkozódás maradt. Abban Igen. neked teljesen igazad van, egy 90 éves ember életpályájáról próbálunk most itt morzsákat összeszedni. Minden ember életpályája, hogyha az valóban egy gazdag, izgalmas életpálya, az egy az egy ívet ír le. Valahonnan mindannyian elindultunk. Valamilyen gondolati háttér, érzelmi háttér, pszichés háttér, és sorolatnál még mind. Ö, valahol szocializálódtunk, Mindannyiunk mögött ott van. És aztán ezeket folyamatosan mi alakítjuk, formáljuk és alakítjuk a saját képünkre és hasonlatosságunkra. Hát igen, ö, tudjuk azt, hogy honnan indult, bár nem, a, ö, bár nem Lukács Györgytől indult, hát hiszen 1929-ben született Heller Ágnes, ö, aki, ö, aki túlélte, ugye a szó legszorosabb értelmében a, a vészkorszakot, 14-15 éves kislányként, ö, akit többször vittek le a Dunapartra, ismerjük, hogy milyen okból és célból, és ö, ezt így vagy úgy megúszta, ezeket egyébként az általad említett könyvében ö, el lehet olvasni, tehát innen indult. És ez egy hihetetlen pálya. Ö, nagyon érdekes, hogyha már ezt említem, a keretek. Ö, ő a, a háború után cionista lett. Annyira fontos volt számára a zsidósága amit nem teljesen otthonról kapott. Zsidó családban nőtt fel, de ahogy ezt írja a könyvében... Nem volt szokás sziónisták, nem magyar zsidók. Hát egyrészt, másrészt pedig a papa inkább az emberiséget, az emberiséggel azonosította önmagát. Tehát nem volt egy vallásos zsidó család. De milyen érdekes, hogy ha már erre hivatkozunk. Itt valahol ebben a részben, amikor erről ír, leírja azt, hogy... Hogy hittanra járt egy zsidó hitoktatóhoz. Aki egyszer azt mondta az Áginak, hogy az akkor 14-15 éves kislánynak, hogy nem az az érdekes kislányom, hogy te hiszel, hiszed hiszede Isten létezését vagy sem. Ez az Istent nem érdekli. Az Isten az érdekli, hogy az ő parancsolatait, a tíz parancsolatot, az etikai alapelveit, ez betartod vagy sem. És ha betartod, akkor te jó ember vagy. És az Isten erre figyel oda, Isten arra, hogy te most hiszel benne vagy sem. Ö... Ha az ember már Isten lehet egy kicsit nagy lelkű valóban. <laughs> Igen, ö... na most, ö... na most, szóval ő valóban minden indult és ezt ne felejtjük el. Mondjuk a cionizmust a, a történtek után én egy logikus válasznak gondolom, kül, mert hogy nem volt senki, Abszolút. aki megvédje minket, akkor nekünk kell magunkat. Ha, ha, nem csak, hogy nem volt, aki megvédett, hanem még ezt, ezt és ezt tették itt velünk, Ak akkor, akkor kell valami, ahogy megvédjük magunkat. Szóval ez, ez abban a korba és ott teljesen is, ennél logikusabb, teljesen Így van, az, kevés ez teljesen van. Így van. Uh, kell egy új hazát találni, ahol biztonságban vagyunk. Még és nem ment abba az új és ez az érdekes. Pontosan ezt akartam mondani, hogy és aztán maradt ebben a hazában. És ennek egyszerű az oka, egyszerű. Mondom én itt könnyedén egy beszélgetésben. Szóval ennek az az oka, hogy Heller Ágnes magyar volt és zsidó volt. Magyar, zsidó volt. Egészen pontosan. És mind a kettő, a magyarsága és a magyar zsidósága egyformán és egyként volt neki fontos. Amikor, amikor naponta halljuk az úgynevezett hazafiakat, azokat a hazafiakat, akiknek szép hagyományaik vannak abban a vonatkozásban, hogy miközben ordít belőlük a hazafi, hogyan munkálkodnak az ország tönkretételén, és hogyan munkálkodtak már mondjuk a 20. század lekéletettebb pillanataiban. Akkor azt kell mondanom, hogy Ágé hazafisága, patriótasága az egészen mást jelent. Ő ezt az országot valóban ismerte, imádta, ragaszkodott hozzá. Nem volt olyan alkalom, amikor mondjuk egy-egy összejövette, akár egy bulin, akár bizony a bulin, ahol mondjuk kortyolgattuk a bort. Nem mondott volna el egyszer csak egy bersenyi költeményt, imádta Berzsenyit. Vagy nem mondott volna el egy uh, Arany János balladát? Imádta Arany Jánost, és folytathatnám. Uh, Bartók zenéjéről a legnagyobb elismeréssel beszélt, és imádta hallgatni Bartókot. Nem akarom sorolni, csak azt akarom mondani, hogy számára a haza az azt jelentette, a patriótaság a azt jelentette, hogy adni ennek az országnak. Nem beletaszítani valamibe. Nem uh, kiszolgáltatni, hanem adni, értékeket adni ennek az országnak. Ezt tette ő, amikor ő vitatkozott. És nem csak az Orbán hatalommal vitatkozott, hát tudjuk azt, hogy, hogy ezért kellett elhagyni ezt az országot, ezért kényszerült emigrálni. Ez a a kádári, hát azzal épp úgy vitatkozott. Vagy a, vagy a, a, a Rákosi írával, és így tovább, és így tovább. Nem azért, mert a saját előmenetelét igyekezett valamilyen módon elsimítani, és annak meg teremteni az útját, módját. Soha nem érdekelte ez, soha. Ha egy parányit is érdekelte volna, akkor mint abszolút elismert és köztiszteletnek, benő, köztiszteletnek örvendő filozófus, egyetemi tanár ma vagy Floridában ülhetne a tengerparton, és élvezhetné az életet, miközben a könyveit a világ szinte minden nyelvén megjelenteti, kiadják. Nem, ő hazajött a rendszerváltás után. Pontosan ezért. Mert ezt az országot akarta a gondolataival is gazdagítani. Hogy ezekkel a gondolatokkal lehet vitatkozni, annál jobb. Hát folyamatosan az egész emberiség folyamatos vitában áll, és ezt kéne megérteni. A vita az nem rossz. Amikor egy új gyógyszert talál ki valaki, az azért találja ki, mert egyrészt vitatkozik a korábbi gyógyszerfeltalálóval, mert azt mondja, hogy jó, jó, de az bonannál nem. Van annál jobb is. Majd én megmutatom, hogy mi a jobb gyógyszer. És előállít egy jobb gyógyszer. Tehát vitatkozik, megtagadja a korábbit. Szóval a vitában folyamatosan, amikor egy új autó, miért fogadjuk el azt, hogy egy új, fú, milyen fantasztikus autó ö, 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 terv született meg az au, a konstruktőrnek az asztalán? Mert az egy megint egy picit jobb, és vitatkozik a, azzal az autóval, amit mi korábban imádtunk, mert azt hittük, hogy az a legjobb. Tehát folyamatosan ez történik. Na most ez, miért nem fogadjuk el, hogy a gondolatok világában, a reflexiók világában is ez a természetes, hogy máshogy próbáljuk látni a dolgot. Nem azért, mert én a született Gonosszal vagyok azonos. Nem azért, mert én vagyok a sátán gyermeke, aki csak rosszat akar ennek, aki így gondolkodik. Tehát, hogy csak egy gondolat létezik, az, amit a nagy vezér vagy a diktátor megálmodott, az akar rosszat az országnak. Tehát ő a gondolatokkal is gazdagítani akarta ezt. Két percünk maradt, másfél, hogy Ilyenkor persze, amikor valaki, aki közel állt a szívünkhöz, aki, aki nagy elismeréssel tekintetünk, és elmegy, meghal, akkor, akkor, akkor fogadkozunk, hogy de, hogy meg fog maradni az emléke, amit csinált. Aztán telik múlik az idő, sok minden történik, és sokszor nem így van, de hogy úgy, úgy azt úgy fel lehet mérni, hogy akár mennyiben a mindennapi politikai vélemények azok, azok kevésbé kell, hogy maradandóak legyenek, de hogy úgy körülbelül azt úgy lehet körvonalazni, hogy, hogy mi az, ami, amit idézni fognak tőle. Most nem is szó szerint kérem öntől, hanem, vagy tőled, uh -huh. hanem hogy, hogy, mi az, ami úgy megmaradna. Ren rengeteg minden is. Ha az emlékekről beszéltél, ugye ő maga is, amikor megírta ezt a emlékező regényét, a saját Életére visszatekintő, ami egyébként egy hihetetlen történeti munka is. Hát egy, egy, egy őrületes korszakot ölel át ez a munka, úgyhogy ezt mindenkinek csak ajánlani tudom. A Bicikliző Majom című könyvét. János. Amit Kőbányai Jánossal együtt, így van. Szóval ott is kiderül az, hogy az emlékezés az nem egy ilyen hogy is mondjam, lineáris valami, ami elindul a jelenből, mert hiszen mindig a jelenből indul ki az emlékezés, és tart egyenes vonalon múlt felé. Nem. Az emlékezés is mindig alakul, mindig változik. Igen, Helle Rágnes emlékezete is. Nem azért, mert ő csal, nem azért, mert hazudni akar, hanem mi magunk is gondoljunk vissza, csak máshogy emlékezünk, mondjuk, máshogy emlékeztünk húsz éves korunkban vissza az öt éves kori balatoni nyaralásra, és máshogy emlékezünk most, hát meg lett. Nem húsz évesen, évesen ugyanerre a nyaralásra. Vagy a tegnap előtti élményre máshogy emlékezünk most, és máshogy fogunk emlékezni két hét múlva, vagy egy év múlva. Tehát az emlékek folyamatosan velünk együtt változnak, ahogy mi öregszünk, egyre bölcsebbek leszünk, máshogy látjuk a világot, más aspektusból tekintünk rá, és ez így van rendjén. Szóval, e, ilyen értelemben sokféle e, e, Hellerágnes e, e, fog létezni, és ez így lesz rendjén. A te Hellerágnesed is, az enyém, és a sok-sok barát Hellerágnese, a sok-sok tisztelő Hellerágnese, és ebből valami majd úgy is összeáll valahol, egy égi könyvtárban, de hogy Heller Ágnesre, és ez a lényeg, emlékezni fogunk az írásaira, a jelenségre, az előadásaira, az, az nem is kétséges. Kábor György, filozófus egyetemi tanár, köszönöm szépen, hogy elmondta. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Kovács és Zsuzsanna, Józsa Péter, Jávor Dénes, ma reggel itt a stúdióban Selmeci János és a szerkesztő Bálint Judit, Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!